Ugye most a rózsák terén állunk, ahol kutyát a parkba bevinni tilos, de ezúttal az egy hely több hely lesz, ugyanis legendás és emlékezetes állatszobrokat keresünk majd Pesten és Budán, és számít a cukiságfaktor is. Titokzatos dándok szobortól indulunk, ami egyébként nem is dán, hanem német dog, aki feltétlenül már a rég múltba veszett gazdája után néz, de lesznek itt még kis és nagy állatok, kőmackók és lovacskák, őshonosak és külföldiek. Ugyan vannak az országban egészen furcsa állatszobrok, például a híres Colorado bogáré a Győr és Moson-Magyaróvár között fekvő Héderváron. Itt találták meg 1947-ben az első amerikai imperialista krumplibogarat, és ebből az apropóból 1997-ben készült egy legendás krumplibogaras dokumentumfilm, és a lendület nem is állt meg, mert három fiatal szobrász elkészítette a krumplibogár első bronzszobrát is, az első bogarat ábrázoló szobrot az országban. Az állatszobrok története egyébként egy budai utcából indul, ami úgy lett Medve utca, és úgy került a falra is egy fali mackó, hogy 300 évvel ezelőtt itt működött egy fekete medve patika, majd 1760 körül a sarkon, a mai Csalogány utca és Medve utca sarkán nyílt meg a fekete medve fogadó. Ennek a horganylemezből készült cégére volt az a diót vagy mogyorót majszoló mackó, amiről az egész utca a nevét kapta. A mackók amúgy is kiemelt figurái az állatszobrászatnak és a zsáner szobrászatnak, aminek pedig ugyebár kiemelt szereplői az állatok. A II. Világháború után a szobor a Budapesti Történeti Múzeumba került, de emlékére készült el ez az emlékeztető a Csík Ferenc iskola falán. És akkor egy kis építészet is. 145 éve épült a régi iskola, ahol Németh László az író nem csak diákként, hanem később iskolaorvosként is ismerte a régi kaszárnyaszabású iskolaépületet, ami mellé Cságoly Ferenc és Sólyom Benedek 2008-ban egy emlékezetes és egészen új szárnyat tervezett. Megmaradt a régi szárny hagyományos és hagyományosan vakolt utcai homlokzata, mellé viszont barátságos téglaépület került, úgyhogy jól megférnek egymással. '91 éve épült fel a Németvölgyi úti Mackós iskola. Előtte pedig két szobor, az egyikben szemüveges Mackó bácsi olvas mesét a gyerekeknek, innen ered a környékbeliek által használt becenév is, hogy ez a Mackós iskola. A feneketlen tó mellett ül a Kőmaci. Ez a klasszikus játszótéri Mackó iskola példája, amire fel is mászhatnak a gyerekek. 1961 óta áll itt, és a játszótérre jövő gyerekek állítólag elességet és kavicsot is szoktak tenni a mancsába. Játszótér mellett megbújó mackók Pesten is akadnak, például Zuglóban, a Torontál utca mögötti parkban, illetve Mackó úrfi rókakomával a budai vár tövében a Bécsi kapu mellett. Ezt egy elfeledett gyerekíró Sebők Zsigmond tiszteletére állították, 110 éve ugyanis ő alkotta meg Mackó úrfit, továbbá Dörmögő Dömötört. Legismertebb budapesti kutyaszobor talán a Körút és a Krúdi utca kereszteződésében áll, ahol egy gyerek csirketolvajt éppen egy bulldog tart erősen sakkban. A legtitokzatosabb mégis a 7. kerületben az Izabella utcában áll, egy kis névtelen téren bekerítve, és stílszerűen, vagy éppen stílszerűtlenül, de kutyák számára tilos területként. A méretes dogszobor egy végtelenné kimerevített pillanatban figyel és hegyezi a fülét, a még hegyesre vágott fülét. Egyébként ez a 110 centis bronzszobor eredetileg Budán állt, Mauks Gyula alkotása egyébként, a figyelőkutya szobra, valahol a Szilágyi Erzsébet fasor sarkánál, a János kórház alatt, és a sors furcsa fintora, hogy a kutya ma már ismertebb, mint a gazdája és az alkotója.
a szobrász egy főrendi házi tag, Fool nevű kutyáját mintázta meg. Pedig a politikus jogászdoktor Németh Károly előbb a belügyminisztérium törvény előkészítő főosztályát vezette, aztán főrendi házi, majd felsőházi taggá vált. De az máig rejtély, hogy a főváros miért rendelte meg éppen ezt a szobrot. A méretes kutyaszobor egyébként a háború után került erre a helyére, ahol azóta többször elfordították, és lassan a körülötte lévő háromszögnyi zsebkendőnyi környezete is átalakult. Szerencsehozó macska a Kálvin téri aluljáróban. A vörösmárvány alkotás eléggé félre is érthető, és sokan félre is értik, pedig Budapest terjeszkedését hivatott ábrázolni. A sarkában ül viszont Mici, akinek állítólag, ha a farkát megsimogatjuk, a szerencsét hoz, Mici a szobrász macskája volt. Külön fejezetet képez a Hódmezővásárhelyen élt Samu Katalin, akinek életművét jórészt állatszobrok tették ki. Az 1980-as években Ajkára szinte egy teljes Fekete István állatparkot faragott ki kőből, Kelétől Hún át Vukig. A nyuszi a Károlyi kertben. Ez egy konkrét nyulat ábrázol Károlyt, a fekete színű belga óriás nyulat, aki a gyerekek legnagyobb örömére ott élt a ketrecében, sőt néha ki is engedték. 2015-ben aludt el örökre, a park viszont új nyulat kapott, Karcsit, Károly emlékét pedig egy szoborral őrizték meg, amit Fekete Géza Dezső készített. Állatfigurák gyakran kerülnek játszóterekre, és fejezzük is be egy ilyen helyen. A Gellért hegyen a Jubileumi Parkban vagyunk, aminek a leánykori neve az Felszabadulási Park, ugyanis a felszabadulás 20. évfordulójára készült el, és itt állnak a lovacskák, a kőlovacskák. Akkoriban itt egy nagy parkosítás volt, fákat ültettek, bokrokat, teraszokat rendeztek el, játszóteret telepítettek, és ide került ez a három kőlovacska is. Az igazi három generációs szobor, ugyanis én is ültem rajta gyerekkoromban, a lányaim is ültek itt gyerekkorukban, és nagyon valószínű, hogy a unokáim is fognak majd itt lovagolni.